Három nap, 10 helyszín, több mint 60 rendezvény. 24. alkalommal rendezték meg Nyírbátorban a Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivált. A történelmi múltú kisvárosba idén is sokan ellátogattak. Késtanalat hozzanak, hogy érhenne halljanak! Gulyalábasok, felvonulás, színház, világzene, gasztronómiai különlegességek. A Szárnyas Sárkány hete Nyírbátorban immáron 24. alkalommal hívta vendégségbe a látogatókat. A Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál különlegessége, hogy több szabadtéri helyszínen, gyönyörű környezetben, elragadó műemlékek között egyszerre kínált színházi élményeket kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Idén 300 fellépő előadásán szórakozhatott a közönség. Sok olyan nagyszerű előadás született, ami ebben az utcai forgatagban mégis szíven is tudta ütni az ember. Tehát egy picit olyan meghökkentő volt, hogy körben a Koronateátrumon zaj, zene, de mindenféle forgatag és fesztiváli hangulat, bent pedig olyan előadások születtek a színművészeti egyetemisták játékában, előadásában, amelyekről úgy jöttek ki az emberek, hogy ez igen. Három nap felhőtlen szórakozás, és nagyon boldogok vagyunk, mert nem csak az országból ideérkezők, hanem nemzetközi ismertségre is szert ez a városunk. Ez mindenképpen jó, kicsiknek, nagyoknak, rettentően élvezem. Főleg így, hogy az unokákat is most már áthozzuk, tehát mi nagyon örülünk neki. Családosok jöttek főként ki, tehát hogyha körbenézünk, akkor most is azt látjuk, hogy majdnem minden párosnál, asszonynál, férfinél gyerekek vannak, fogják a gyerekek kezét és járkálnak egyik helyszínről a másikra, tehát ezt meg kell tartanunk, ezt a vonalat. Családi rendezvény, hiszen nyár van, a szülőknek úgyis kevés ritka alkalom jut, hogy együtt lehessen a gyerekével, akkor most itt az alkalom, tehát a Szárnyas Sárkány megmarad egy igazi családi fesztiválnak. Mozgásszínészek elasztikus textilbe burkolva színes lényeket keltettek életre az Élőkép Színház előadói. Változékonyság, játékosság, fantázia motivumokat láthatott a közönség a társulattól. Vannak olyan nézők, akik nagyon szívesen használják a képzeletüket, és vannak, akiknek magyarázatra van szükségük jobban. Hát most akik, ez utóbbiak most nem lesznek túl hálásak, mert most nem lesz magyarázat. Úgyhogy aki szereti használni a képzeletét, annak egyszerűbb vagy jobb dolga lesz ez esetben, mert most csak zenére mozgunk. A rendezvényre határon túlról is érkeztek, ez a család Nagy Károlyból jött el a fesztiválra. Hát egészen kellemes, meg színes program ajánlattal jöttek a szervezők, úgyhogy próbáljuk élvezni mindenképpen. Mondjuk nemrég érkeztünk ma, viszont péntek este is itt voltunk, és hát akkor is nagyon kis, jó kis programok voltak mindenképpen. Én a népzenei részeket szeretem, mert akkor már a gyerekek nélkül a férjemmel szoktunk jönni, és hát végtelenül tetszik nekem, hogy be is kapcsolódhatunk a táncokba, és visszajön minden. Minden, ami az örökségünk és a kincsünk. Tehát ennek nagyon-nagyon örülök, és ezt reméljük, hogy nagyon sokáig, és tovább tudjuk adni, át tudjuk adni.